Én még nem sokat dolgoztam életemben, mert én szeretem, amit csinálok, szóval én ezt kellemes időtöltésnek veszem. Most ismerjétek meg a világ legjobb asztalosát, akinek már 9 évesen a legkedvesebb játéka. A fűrész volt. Simon Krisztián. Ez a 45. World Skills volt, a szakmák olimpiája. Magyarországot a bútorasztalő szakmában képviseltem. Volt egy fél éves intenzív felkészülés. Ez azt jelenti, hogy heti 5 napban napi 8-12 órában készültünk rá itt ebben a műhelyben. Én vagyok a felkészítő. Nekem a felelősségem az, hogy a Krisztián megfelelő szakemberek kezei alatt legyen, legmagasabb szintű szakmai kompetenciákat tudja elsajátítani, amivel ugye világélvonalban tudunk maradni. A feladat egy írtervezésű bárszekrény volt, 21,5 órát rendelkezésre a feladat elkészítésére. Nagyon sok kritériumot értékelnek, a méreteket, a megmunkálás felületét, az illeszkedést, a felületkidolgozást. Sok pont jár még azért is, hogy mennyire könnyen működik az ajtó, valamint a fiók. Az első napnak az első órájában hibáztam egy nagyot, és így vesztettem egy egész pontot és egy fél órát. Viszont ennek a hibának az is előnye volt, hogy utána már nem figyeltek engem a szakértők, és így szépen úgymond súranó pályán én meg minőségbe tudtam hozni az elvártakat. Világbajnoki címet szereztem ezen az olimpián, valamint még magaménak tudhatom a Best of Nation kitüntetést is, ami azt jelenti, hogy a magyar csapatból is én szereztem a legtöbb pontot. Ki magaslóan jó rajzolvasási készséget, érlátással rendelkezik, azok a feladatok, amik a World Skills-en vannak, azok mind olyan feladatok, ami nagyon komplex, összetett feladat, és ezt át kell tudni látni, hogyha valaki egy World Skills-en nyer, ő neki az életben, a szakmájában nem lesz problémája soha többet. Sajnos a nyertes bútordarabot nem tudtuk elhozni, mert ezeket felajánlottuk ott jótékony célokra. De lényegében ez volt a verseny darabhoz leghasonlóbb termék. Ugyanígy rajta volt egy intarziás tető, természetesen másfajta intarziával. Szintén volt rajta 2 darab ajtó, és benne egy polc. Csak annyi volt a különbség, hogy az ajtóknak ez a középső eleme, ez így ferdén volt, hogy még jobban megnehezítsék a dolgunkat, valamint szintén volt benne egy fiók, aminek a frontjára bele volt gravírozva Kazanynak a látképe, úgymond. Én már részt vettem egyszer az Európa-bajnokságon is, meg egyszer a világbajnokságon is, szóval én már ezeken sajnos többet nem vehetek részt. Sikerült megszereznem a mestervizsgát is, szóval most visszaállok a munka világába. Az első ajándék az egy kopjafa volt, még 9 éves koromban készítettem, ilyen kis 15 centi magas. Reszelővel reszeltem bele a mintákat, és azt anyának készítettem a szülinapjára. A mi családunkban egyébként senki nem volt asztalos, mindenki fémmel foglalkozott a férfiágom. A két kézzel való munkát azt így főáltaluk kedveltem meg, főleg papám révén. Nagyon sokat dolgozgattunk együtt a műhelybe, és hát én így áttértem fármán, nekem az szimpatikusabb anyag volt, nekem az sokkal kellemesebb, melegebb anyag, kellemes tapintású, jó illatú. Így először volt egy kalapácsom, néhány szegem, meg egy kis asztalom, meg ilyen hulladék tűzifadarabok, és azt kezdtem összeszegelgetni. Aztán szépen kaptam fűrészt, meg vésőket, és akkor kezdtem összeragni először ilyen telefontal, aztán jegyzett adott, majd ékszeres dobozt, és így folyamatosan egyre komolyabbakat készítettem. Az általános iskolának a felső tagozatában már nem is volt kérdés, hogy én az asztalos szakmába fogok tovább tanulni. Összességében az alkotás örömét kedvelem. Én megveszem a fűrészhárut, ami még ugye görbe, hullámos, durva felülete van neki, és akkor beviszem a műhelybe, dolgozok rajta, a végén meg elkészül egy gyönyörű szép szekrény, egy konyhabútor, egy kis komód. Rengeteg asztalosra lenne szükség, most is óriási hiány van szakemberből, jó szakemberből, ráadásul kellenek a példaképek, mint a Krisztián. Tehát, hogyha van példakép, akkor van kit követni.